Én Ráckevén születtem, ott nőttem föl, ott jártam általános és középiskolába. Először fizikus akartam lenni, olyan fizika szakon, ahol én szerettem volna, csak Moszkvába lehetett volna, én azt nem mertem vállalni, úgyhogy végül, mivel az összes férfi ember a műegyetem mellett mérnök, én is azt az irányt választottam. Így kerültem a műegyetemre. Nem azon a tanszéken, ahol élve végeztem, hanem egy másik tanszéken, az automatizálásin. Az ottani tanszékvezető, mivel ott valaki disszidált, egy helyet hirdetett. A Csáki mindenkivel interjú volt, és engem választott. Életemnek ez egy nagyon fontos lépése volt, mert a Csákinak köszönhetem az én tudományos pályámat. A Csáki egy különleges egyéniség volt. A Csáki tanított meg engem a tudomány lényegére, arra, hogy csak nemzetközi tudomány van, és nagyon sokat segített abba, hogy már igen fiatalon kijussak a nemzetközi konferenciákra. A másik nagy hatás, ami rám igen pozitív hatással volt, az a szakmánk első embere, Carl Johan Ostrom, az egy svéd professzor volt, a Lundi Egyetemnek a tanszékvezetője. Ő arra tanított meg minket, hogy nem elég a diák-tanár viszony a tudományos eredményekhez, tudományos iskolát kell alapítani. Az egy közösség. Örülni kell egymás sikereinek, segíteni kell egymást ebből adódóan, hogy nekem alig van olyan cikkem, könyvem, hogy azt csak egyedül csináltam volna. Közösen csináltuk, és ennek nagyon örültem. A tudományos eredményesség szempontjából pedig azt hiszem, hogy az országban én voltam az első, aki az amerikai National Science Foundation-nal egy projektet először vezettem, aztán a US Army Research Office-szal a rendszerváltás utáni első projektet vezettem, és hát ezek olyan lehetőséget adtak, hogy egy tucat kollégát tudtam kiküldeni az egyetemről Amerikába. Kevicki Lászlót azóta ismerem, hogy az automatizálási tanszékre került a végzése után Csáki Frigyesnek a kutatócsoportjába. Nagyon gyorsan átlátta, hogy az automatizálás területén mik a fejlődési irányok. Ostrom professzornál Lundban töltött néhány hónapot feleségével együtt, és ott látta, hogy a kutatás akkor hatásos, hogyha iskola alakul ki. Csapatban végzik a kutatók a munkájukat, és a tanítványaiból iskolát hozott létre, és csatlakoztam ehhez a kutatócsoporthoz. Laci nagyon gyorsan látta, hogy mik a tendenciák, és amikor én a kandidátusi értekezésemen kezdtem el dolgozni, javasolta, hogy váltsak témát, és foglalkozzam a predikciós irányítási algoritmusokkal, de gyorsan, mert a világban mások is kezdenek ezzel foglalkozni. Hát nagyon sokat tanultam tőle, hogy a kutatásban kitartónak kell lenni, az eredmények precízek legyenek, ki kell próbálni példákon, alkalmazásokon keresztül is. És Laci mindig örült a mások eredményeinek, és elősegítette ezt. Lelkesített minket, hogy vegyünk részt jegyzeteknek, tankönyveknek az írásában. 2019-ben meg is jelent a Springernél két kötetünk, a Control Engineering és Control Engineering MATLAB Exercises. Igen, sok példányban ezt világszerte megvették, és különösen a pandémia idején meglepően sok letöltés volt. Kevicki Lászlónak az egyik tanítványa vagyok, velem együtt dolgozik harmadéves koromtól egész mostanáig. Azért mentünk akkor hozzá többen, mert elhíresült, hogy nagyon jól foglalkozik színvonalasan azokkal a diákokkal, akik hozzá kerülnek. A svéd tudományos kultúrából nagyon sokat hazahozott. Én akkor tanultam meg tőle a úgynevezett rendszeridentifikáció összes módszertanát. A svéd iskola volt a legerősebb. Ez arról szól, hogy a mérésadatokból hogyan tudunk modellezni dinamikus rendszereket. Később ő a Stucky igazgatója lett, ahol a Stuckyt megújította, hogy tulajdonképpen hardware-orientált, alkalmazás-orientált, én többől akadt egy nagyon erős elméleti kutatással foglalkozó intézetet. Engem akkor hozott ide az irányítás elméleti csoport vezetőjének. Nagyon segítőkész volt, szigorú, tudományos értelemben nagyon korrekt, csak erős eredményeket lehetett publikálni, csak azokat ismerte el. Az a
lehetőség, amit nekünk biztosított fiatal korunkban, hogy a világot bejárva, a nagyon szerény anyagi körülmények között, de mégis eljutottunk konferenciára, az egyedülálló volt, ami ezt a tudományágat így támogatta. Úgyhogy ezt köszönjük is neki, és azt, aki jelenlegi eredményeiben nagyon nagy mértékben az ő akkori szerepe, igazgatása, szakmai munkája játszott szerepet, és ezt most sikerült úgy gondolom valamennyire megtartani. Kevicki Lászlót 1985-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1993-ban rendes tagjává és főtitkárává választották. 1999-től 2005-ig az MTA természettudományi alelnöke volt. 1991 óta a svéd, 2005 óta a Lengyel Tudományos Akadémia külső tagja. 2000-ben Gábor Dénes, 2004-ben Széchenyi díjat kapott. 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét vehette át. 2015-ben életművéért a Technion Polák Distinguished Lecturer díjjal tüntették ki. A díjazottak több mint fele Nobel-díjas tudós. Eddig 600-nál is több tudományos közleménye jelent meg. 4 angol nyelvű könyv és számos jegyzett társszerzője. Az egyetemi évek alatt arra az volt a jellemző, hogy minden egyes tudományos fokozatot sokkal korábban írtam el, mint ami általában a statisztika volt, ezért nem tudtak velem mit kezdeni. Azt mondták, hogy ilyen fiatalon, hát egy nem lehet professzornak kinevezni, mit csináljunk veled. Ezért volt nekem egy jó dolog, amikor Vámos Tibor áthívott engem a Sztakiba, 85-ben a intézet igazgatójának is kinevezték, mert a Vámos tag teljesen mindegy volt, hogy hány éves voltam. Minden Kevicki szerette a szép nőket. Az én feleségemet is, egy nagyon csinos és szép lány volt, aki utánam végzett egy évvel. A mi együttműködésünk egy nagyon különleges együttműködés volt. Én még mind a mai napig, valahogy a adottságim adódom, legalább 10-szer gyorsabban dolgozom, mint a fiatalabb kollégák. Ebből adódóan becsúszhat hiba a munkákba, Csilla pedig hihetetlenül precíz, rendkívül pontosan dolgozik, és ez egy jó együttműködés volt életünk folyamán, és az egy nagyon fontos dolog volt, hogy a világot körbejárhattuk, mert állandóan hívtak minket, sokszor egyedül, sokszor közösen, konferenciákra, egyetemekre, mindenféle külső helyekre, ezt én nagyon fontosnak tartom. Az ismerkedésünk az a Budapesti Műszaki Egyetemen történt, a tudományos diákköri mozgalom keretében. Itt már feltűnt, hogy egy nagyon széles érdeklődési körű és alapos tudású valaki kitűnt az összes egyetemi társ közül, és aztán a közös érdeklődési kör, a együtt végzett munka, és hát a szimpátia végül abban végződött, hogy 70-ben össze is házasodtunk. Hát küzdelmes időszak volt ez az 52 év, az biztos, de ugyanakkor egy nagyon örömteli dolog úgy a munkában, a szakmai munkában, mint pedig hát, amit az élet hozott a sok együtt töltött nagyon csodálatos élményben. Én 69-ben kerültem ide a Sztakiba, úgyhogy azt hiszem, ilyen idős ember nem is létezett is az intézetben soha. Én pedig hát még hál' Istennek mindez idáig tudom folytatni a munkát. Mai napig együtt dolgozunk, és hát mindenben próbáltuk így segíteni egymást. Az öregkori fizikai romlás problémáival az érdekünk is meg kell küzdeni, de most pedig a gyerekeink, valamint az unokáinknak a derűje, meg a szeretete az ezeken nagyon sokat tud segíteni, úgyhogy belőlük merítünk még erőt. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon erősnek kell lenni az elméletbe, és ha csak lehet, elvinni az alkalmazásba, ameddig lehet. Akkor tudjuk kipróbálni, hogy mennyire jó az az elmélet. Egyébként a diákjaimnak azt szoktam még mondani, hogy legyetek kíváncsiak, legyetek kitartóak. Ha egy pályázatot nem fogadnak el, szorítsd össze a fogadat, majd a következőt elfogadják. Azt is szoktam még hozzátenni, hogy ha a pénzt választod, akkor ne a tudományt válasszad. Én 18 évig laktam albérletbe. A végén már 15 négyzetméteres szobába, két gyerekkel, a feleségemmel, majd nemzetközileg ismert kutató voltam, még mindig ott laktunk.
és hát jó néhány diák ennek ellenére ezt az utat választotta. A tudományos iskola szempontjában még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ez nagyon fontos. Örülni kell egymás sikereinek. És miért baj az, hogyha most ő kap egy díjat, vagy a másik kap, vagy az ő cikkét fogadják el? Ez az, amit én Magyarországon hiányolok, és rendkívül fontosnak tartok. Kevicki László, az Akadémiai Aranyérem 2020. évi díjazottja.